A Netflix igazán kemény feladat elé állított. Azt mondták, hogy készítsek egy vadonatúj valóságshowt, de most valami teljesen másfélére volt szükség. Egy kísérletre. Egy lakatlan szigetre száműzött emberekkel. Valamint legnagyobb félelmükkel. Saját anyósaikkal. Ez itt az Egy szigeten az anyósommal. Hat pár azt gondolja, hogy együtt fog versenyezni a fődíjért. Az álmom, hogy győzedelmeskedjek. De a vejek és a menyek fejében meg sem fordul, hogy a verseny során a társuk nem más lesz, mint az anyósuk. És együtt is kell élniük, vagy inkább úgy mondom, hogy túlélniük egy szigeten. Nem kell, hogy kedveljelek. Nekem sem. A hanghordozásod goromba. Igen? Igen. Olyan lesz, mint egy kis nyaralás az anyóssal, csak rosszabb. Azért, mert kiakasztasz. Te is engem, Felipe. Sokkal rosszabb. Szét fog választani minket. Nem. A játékosok párjai egy másik helyszínen maradnak, és csak nézői lehetnek a drámának. Mit gondoltok? Lesz, aki mindezt megúszta ébőrrel?